Agysebésznek készült, a gondviselés azonban más útra vezette. Gyógypedagógus lett a gyengénlátók iskolájában. Itt tanított 50 évig. Ez alatt az idő alatt kitaposott egy olyan ösvényt, amely ez idáig járatlan volt. Munkájával megalapozta a hazai gyengénlátók oktatását. A mai ismeretlen ismerős Paraszkai Sára. Jó napot kívánok, köszöntöm. Tudja, az volt az érzésem az ön életrajzát olvasva, hogy nagyon sok ilyen emberre lenne szüksége a világnak. Az a fajta hit, erő és tenni akarás, az, ami önben benne van, az talán gyerekkorára vezethető vissza. Ez valamiféle örökség, neveltetés és a külső körülmények határozták meg? Hát szerintem mindegyik együtt, meg valószínűleg a karakter. Tehát mondjuk egy ilyen kos, mint én, az eleve tele van energiával, és ezt valahol le kell vezetnie. Ezt persze a család és körülmény is, ez csak együtt hat. Hol született Sára is? Aszódon születtem, törzsgyökeres aszódi vagyok, de hát a családom szálai ezért nagyon, mint Magyarországon mindenki szertágazóak, de hát aszódinak érzem magam nagyon. A szülei is akkor aszódi származásra? Édesapám aszódi, anyám az alföldi, de az apám szülei még valamikor a Vágról eveztek le a Podvanicki grófékkal, ilyen elszegényedett hétszilva más nevesként, akik aztán iparosok lettek. De hát a szódi gyökér az elég erős, mert ott van a javítóintézet, és már nagyapám is ott dolgozott, mint szabóoktató. De apám meg, mint tisztviselő, és akkor tulajdonképpen ott is jártam a gimnáziumba, és ott érettségiztem. És a szüleim mivel foglalkoztak, akkor édesapám hát tisztviselő volt? Édesapám az tisztviselő volt a javítóintézetben, ilyen pénzügyi vonalon. Ilyen képzettsége volt, és akkor el is helyezték egy időben másik. Hát az igazságügyminisztériumhoz tartozott, és hát ugye nem csak ott dolgozik az, ahova elhelyezkedtem, áthelyezik. Háború alatt Szegléden voltunk, ő ott volt, én gondnoka volt egy fiatal korak fokházának. Édesanyám az, hogy abban az időben mindig háztartásbeli volt egy anya, nevelte a gyerekeit, aztán mikor már hát rosszabbra fordult a helyzet háború után, akkor már ő is dolgozott, és gyorsan végzett valamilyen tanfolyamot, és meós lett a Gödöllői Ganzgyárba. Az apám pedig 45 után nem ment vissza az értelmiségi pályára, hanem elkezdett fizikai munkát végezni, a vasúthoz került, és ott krampácsolt, és aztán bekerült ő is a Gödöllői Ganzgyárba, és kitanult valami műszerész szakmát, és onnan mentek nyugdíjba. Tehát akkor kezdve ők már nem számítottak értelmiségének. De értelmiségi családba született? Persze. Hát a család az az. De a körülmények azok hát másfelé terelték őket. És ön, mint ahogy említette, Aszódon kezdte az iskoláit, oda járt általános iskolába. Nagyon érdekes volt, amit írt, már csak azért is, mert én egyáltalán nem vagyok harcos természet, és pláne gyerekként nem voltam az, és nagyon furcsa volt nekem elképzelni, hogy egy kisgyerek kiáll az elveim mellett, és azt mondja, hogy már pedig én nem leszek úttörő, és mindenkivel szembefordul. Igen, ez érdekes. Én azt hiszem, hogy az is benne van, hogy a szüleim nem kényszerítettek engem semmire, és valahogy ott, hát akkor kezdődött ez az úttörő, még nem volt úgy kiforva, és nem volt kötelező. És akkor jött egy új tanárnő, azt mondták, hogy kell szólítani, hogy piroska pajtás, és tegezni kell, és akkor valamilyen idétlen foglalkozásokat kezdett ott, olyan erőltetett volt, és akkor hát én aztán nem mentem többet, és nem mondták, hogy kötelező. És akkor kiderült, hogy mikor a 8. osztályt befejeztük, akkor
behívták a szülemet az igazgató, az iskola igazgatónője, hogy hát nem javasolhatnak engem gimnáziumba, hiába vagyok a legjobb tanuló, mert most kiderült, hogy csak azt javasolhatják, aki úttörő, és én nem voltam úttörő, de nem baj, mert ők egyszemélyesen engem külön felavatnak. És akkor mondták, hogy hát akkor jó, menjek be, és mondtam, hogy dehogy megyek. Hát most miért avassam fel, amikor nem voltam úttörő, hát ez hazugság. De hát akkor nem vesznek fel, hanem akkor se. És akkor még föl voltam azon háborodva, hogy az én, azért, hogy én az érdekeim céljából hazudjak, vagy megjátszam magam, mondtam, hogy nem. És hát aztán ebbe beletörődtek a szülém, sokat nem erőltettek. És akkor utána jártak, és akkor beirattak Pesten a Deák téri leánygimnáziumba, és ez elég nehéz dolog volt, mert ott ilyen magán diákszállóba kellett elhelyezni, és a szüleim nagyon szegények voltak akkor, de ez anyagileg is nagy gond volt. Ez mikor volt, hogy kell? Hát ez mikor volt pontosan? 50, hogy is, ha 40, valamikor az 50-es évek legelején, még inkább 47-48 tájékán, tehát igen, 45-be jöttünk, 47-48 körül lehetett, és akkor megszüntették egy hónap múlva azt a Deák téri gimnáziumot, és akkor hát ugye vissza kellett jönni, és akkor megint megpróbáltuk a jelentkezést, de az nagyon jó volt, mert a tanács elnöképpen szabadságon volt, és a helyettesen meg úgy nem tudta az előzményeket, hogy mit tudom én, már szó volt előtte rajta, hogy én nem akarok úttörni, hanem csak azt látta, hogy megszűnt Pesten egy gimnázium, átiratkozom, és minden tovább, amikor aláírta. És akkor oda kerültem a társaimhoz a gimnáziumba, kicsit később, de hát ez nem volt gond, és aztán ott is érettségiztem 53-ba. Azt mondom. Hát akkor ki lehet számítani, 53-ban érettségiztem, akkor 48-49-ben volt. És elvégezte ugye ott a gimnáziumot, azt mondom, leérettségizett, és akkor az... Na hát akkor ugye egy pályaválasztás. Hát igen. Én valószínűleg azért a mai gyerekek érettebbek, mint én akkor elképzeltem, hogy orvos akarok lenni, mégpedig hát úgy élveztem azt, hogy nekem nagyon jó kézügyességem van, nagyon jó térlátásom, és akkor sok ilyen könyvet olvastam, hogy agysebész leszek. Aztán meg a pszichológia kezdett érdekelni, hogy majd pszichiáter leszek. De hát aztán mikor, hát jelentkeztem is végül is az orvosira, de akkor úgy volt, hogy a kitűnő meg éles tanulóknak nem kellett vizsgálni, tehát nem kellett felvételére menni, csak ki kellett tölteni egy nagy iratot, amiben persze hát keresztkérdések, hogy mi volt a szüleim ekkor, akkor mit. Úgyhogy kiderült, hogy hát én egy ilyen nem kívánatos származású vagyok, és be se hívtak, és azt mondták, hogy keresek más pályát. Csak nagyon el voltam keseredve, mert hát nem volt más elképzelésem. És akkor valaki azt mondta, hogy ó, hát van egy olyan főiskola Pesten, a gyógypedagógia tanárképző, ahol sok orvosi tárgyat tanítanak, anatómiát is, meg pszichológiát is. Hát nagyon jó van, akkor elmegyek oda. És hát ott minden tovább nélkül fölvettek, és hát akkor így lettem pedagógus, én nem akartam pedagógus lenni, de tulajdonképpen ez butaság, mert igazából nem ismertem én magamat ahhoz, hogy lássam, hogy ennél nekem való pálya nincs, főleg, hogy gyógypedagógia. Tehát ahol sérült gyerekek vannak, és ahol minden gyerek más. Na most aztán pláne ami adódott, hogy egy olyan területre kerültem, a gyengénlátók területére, ami teljesen kidolgozatlan és múlt nélküli volt, és ott tényleg nekem kellett mindent kitalálni. Tehát irodalom, és semmi nem volt. Ez egy nagyon véletlen volt, hogy oda került a gyengénlátók iskolájába. Véletlen, de én azt mondom, hogy a gondviselésen állított oda, mert amit mi véletlennek gondolunk, az nem annyira véletlen. Úgyhogy valami azt érzem benne, hogy egy kéz oda vezetett volna engem. Emlékszik rá, hogy milyen volt az első találkozás, mikor először belépett az intézménybe? Én nagyon kis tapasztalatlan, félén kislány voltam, valami 60-as évfolyam volt, és akkor... Tudod, hogy meghúzottam az egyik sorba, és akkor valami egy lány került mellém, és akkor mindig van mellé ültem. Tehát én, és
És ott érdekes, hogy én ott fiatal is voltam viszonylag, mert volt egy csomó olyan felvett a hallgató, akik már több évig próbálkoztak más területeken, és kiderült, hogy ennek az egész gyógypedagógiai tanárképzőfőiskolának egy elég reakciós felvételi bizottsága volt, akik előszeretettel vették fel azokat a fiatalokat, akiket kirúgtak, vagy például egyháziskolába végeztek, és azért nem vették föl, és akkor így egy nagyon érdekes társaság jött össze. És aztán akkor a pedagógiában lassan tanultam bele, inkább az elméleti tárgyak érdekeltek. Mikor a pedagógiai gyakorlatok kezdődtek, akkor bizony nekem az nehéz volt, nem voltam én ügyesebben, mert egy kicsit gátlásos voltam, ugye nem volt határozott fellépésem, de aztán ez is egy mesterség, meg lehet tanulni. Az ember sok jó pedagógus lát, akkor rájön, hogy is kell csinálni. Úgyhogy megszerettem. És amikor a látássérültek közé került, velük milyen volt az első találkozás a kapcsolat? Hát ugye a mi évfolyamunk, sokat változott a főiskola, akkor még olyan 4 éves volt, és akkor minden szakra képezték a hallgatókat, ami nagy előny volt számomra, ami most nincs a főiskolán, hogy az egész első évfolyam a normál pedagógiára épült. A budapesti gyakorló általános iskolába jártunk, és ott egész évben normál pedagógiát tanultunk, gyakoroltuk, tanítottunk. És utána meg a különböző fogyaték és a fogyatékossági ágak területét ismertük meg. A látássérülteknél a vakoknál gyakoroltunk. Gyengénlátókkal nem találkoztunk, szóval ez egy egész más kategória, mert ugye mind a kettőnek a szemével van problémája, de a vak az más érzékszervére támaszkodik a szeme ilyen, tehát egész más a világ megismerésének a módja, mint a gyengénlátónak, aki azért lát, és a látás az olyan fantasztikusan összetett információt szolgáltat az embernek, hogy aki egy kicsit is lát, az teljesebb információt ad, mint bármi más érzékszerv, és az azon a gyötrődik, hogy azt a kislátását kihasználja. Tehát egy egészen más típus egy gyengénlátó. És hát mikor ez az iskola akkor indult, mikor oda kerültem, akkor 2 nyugdíjas pedagógus volt, az egyik 80 év fölötti, a másik 70 év fölötti, és akkor oda került egy kis fiatal, akkor ültek, betették mindjárt. És hát akkor én olyan kis mafra kislány voltam, bekerültem egy összevont osztályba, és hát az igazgatónő volt, aki ott tanított, megbízott igazgatónő, az elment adminisztrációt intézni, és ott ültem, bementem az osztályba, hát nem is ültem, de úgy ültem, álltam, és akkor kérdeztem a gyerekek nevét. És akkor a gyerekek felálltak, mondták a nevüket, és nagy kuncogás, kiderült, hogy hát ugye egy kis fiatal lány jött oda, aki hát nem volt sokkal magasabb, meg idősebbnek sem nézett kint, ők össze-vissza mondták a nevüket. Nem a saját nevüket mondták, hanem a másikét, és akkor nevettek azon, hogy hát én beveszem, mert én nem tudom. Uh-huh. És hát aztán elég sok idő kellett hozzá, hogy megtaláljam azt az eszközt, ami a célhoz vezet, és utána hát én nagyon sokat foglalkoztam főiskolai gyakorló pedagógusok, hallgatósokkal, és mindig visszaemlékeztem erre, és mondtam nekik, hogy a pedagógusnak legfőbb eszköze a saját személyisége, és utána jön a kréta meg a tábla. És meg kell találni a saját személyiségének azt a módját, ahogy ő tudhatni a gyerekekre. És én hiába látok bejönni egy határozott megjelenő pedagógust az ajtón, akik ilyen uralkodói mosolyjal végignéz a gyerekeken, és azok rettentően, készségesen, alázatosan engedelmeskednek, és nekem az én személyiségem más volt, és én addig kínlottam, tudom, hogy nagyon sokszor pityeregve mentem ki a buszmegállóhoz, hogy nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és aztán rájöttem, hogy az én személyiségemmel mi az a módszer. Tehát nekem érdekessé kellett tenni, és fontossá azt, amit én csinálok, és akkor a gyerekre ez ráragad. Na most visszatérve a képzésemre, ugye a gyengénlátó gyerekek épértelműek. És nekem nagy hasznomra szolgált az 1 év a normál pedagógiában, mert ez egy normál pedagógiai munka volt, csak egy nagyon nehezített körülmények között.
És aztán mondom, így rájöttem, hogy mi az, tehát melyik az én személyiségemnek melyek az eszközei. És mikor rájöttem, ezt tudtam alkalmazni, akkor már nagyon semmi gondom nem volt a gyerekekkel. Akkor tulajdonképpen olyan nagyon sokban nem különbözik az egészséges gyerekek persze. És a látásérő, illetve a gyengén látó gyerekek. Igen, inkább abba különbözik, hogy hálásabbak. Uh-huh. És jobban érzik, hogy szükségük van a segítségre. Na, és aztán az is hozzátéve, hogy ez országos intézmény volt, és ezek a gyerekek szülőktől elszakadva, ugye ottan internátusi beiskolázásra voltak, és ezeknek még többet jelentett a pedagógus, tehát az anyjukat, apjukat, a családokat jelentette, tehát a személyiség formálásukban még nagyobb szerepet játszik, mint egy olyan általános iskolában pár órát, ott van szemegy haza az anyukához. Tehát ez egy nagyon szép pálya volt számomra, úgyhogy... Írás-olvasást tanított nekik? Tehát tanítói... Hát tulajdonképpen először 8-ig tanítottam őket, uh-huh. mert úgy volt, hogy 3 osztály volt, és mindig mentek följebb, de nem volt több hely. Ugye volt első, mit tudom, nem, harmadiknak, másodiknak kezdődött. Tehát 3., 4., aztán 5., aztán 6., 8., akkor kiment egy 8. osztály, akkor fölvettünk egy első osztályt. Na most ez most már nem lehet, mert most már szakképzettség, tehát szaktárgyi végzettséget igényel a felsőtagozat, de a gyógypedagógián ez nem volt úgy. Ugye elsősorban azért, mert hogy egy kategóriába vették a gyógypedagógiát, és ugye az értelmefogyatékosoknál ez elment még, de itt mi azt csináltuk a kis csoportunkban, hogy kiosztottuk, hogy ki milyen szaktárgyban érzi magát jobban otthon. Mondtam, én matematikát tanítottam, meg fizikát, meg oroszt, ugye, mert ezt nem akarta senki tanítani, és az olyan butaság volt, hogy gyengén látó gyerekeknek oroszt kellett tanítani, amikor elég nehéz nekik a latin betűs írás-olvasást elsajátítani, és ez egy egész más betű. De hát hiába próbáltuk, nem lehetett elérni, hogy nekik ne orosz kelljen tanulni. Nem az orosz miatt, hanem a ciril igen. írás miatt. Na mindegy, szóval így kiszétosztottuk a tárgyakat, és aztán utána voltak, akik továbbképezték magukat szaktárgyba. Én visszamentem az alsó tagozatba, mert most is azt látom, hogy és mi úgy csináltuk, hogy 1-től 4-ig vittük. Tehát, hogy ez a legjelentősebb időszak az iskolás gyerek életében, mikor az ember kap egy 6 éves kisbabát, akivel otthon gügyögtek, és hát csak mit tudom én, ellátták édességekkel, meg puszival, és mikor ez 10 éves lesz, akkor már világnézeti kérdésekről lehet vele beszélgetni. És ez egy olyan gyönyörű, szép munka volt, amikor láttam azt a folyamatot, és a gyerekek, hát rengeteget átvesznek a pedagógustól, hogy ez borzasztó nagy felelősség. Igen, sőt, azon múlik sok minden. Ezen múlik minden. Én rájöttem erre, hogy az iskolai dolog, tehát az iskolába beilleszkedni, és az iskolába elkezdeni dolgozni, az mint a gyerek számára a munka. A munkához való viszonyának a mintája, mert ez már munka, mert már teljesítményt kérnek tőle. És itt tanulja meg, és az én gyerekeim mindig, mikor később is, mikor már többen voltunk, mondták a felső tagozatos kollégák, hogy az a csoport, amelyik én tanulom, mindig valahogy más, mint a többi. És ez miben más? Hát az, hogy örömmel dolgoznak. Tehát nem az, hogy jaj, csak legyünk már túl rajta, vagy mi, hanem az öröm volt. És én azt hiszem, hogy ez ennél ez legegyszerűbb az, hogy utánozzák a szülők, a gyerekek a szülőt meg a pedagógust, és miután én örömmel dolgoztam, ők látják, hogy hát dolgozni öröm. És akkor ők is átvették ezt, és lelkesek voltak, és akkor is írtak fogalmazást, ha nem kellett, mert eszükbe jutott, ez milyen jó, meg még emlékszem, hogy mikor kicsöngettek, akkor van neki rá, a fene egye meg már csöngettek. Na ezt átélni egy pedagógusnak jó. Meg azt, hogy az én tanítványaim, a szülők mondták, hogy már augusztusban, jaj, mikor megyünk már. És akkor mindig olyan szomorú vagyok, amikor azt hallom, hogy jaj, de utálom az iskolát. Ez a felnőttek bűne, az iskolát szeretni kéne. Igen, hát ez lenne az elsődleges cél. Ugye? Igen. És valahogy úgy kéne csinálni, és ez rajtunk felnőtteken múlik, hogy azt mondom, ami szeretni való dolog legyen. Ezt kéne megtanítani a pedagógusoknak, hogy örömet nyújtsanak. Pedig hát van lehetőség, az intellektuális öröm az egyik legnagyobb öröm. És az ember eléri egy gyereknél, hogy felcsillan a szeme, hogy valamit ő megoldott.
ez egy olyan öröm, amivel sok ember nem találkozik életében. És pusztán az elég volt hozzá, hogy elérje a gyerekeknél ezt, hogy ön örömmel végezte a tanítást, a tevékenységet? Hát, ez valahogy ezt úgy utólag szűrtem le, és láttam, ez természetes, hogy miután én örültem, de például úgy van, hogy érdekes dolog volt, hogy egy kolléganőm azt mondja, hogy XY gyereknek, amikor egyest ad, az ránt egyet a vállán, és azt mondja, hogy egyen meg a fene, vagy mit tudom, hogy valamit visszavad. Ha én adtam egy gyereknek egyest, az egész szünetbe sírt, és én vigasztaltam. Mert én úgy jöttem az egyest, hogy ja Istenem, hát nem tudok többet tenni, de hát olyan borzasztó, én annyira sajnálom, de hát biztos ki fogod javítani. Ő meg úgy jött az egyest, hogy egyes. És akkor a gyerekbe azért vett fel, hogy a csak azért is. Most hogy velem kitoltam, vagy én is kitoltam. Én meg sajnáltam. És akkor ő is nagyon sajnálta magát. Tehát a gyerek az olyan, mint egy tükör. Én ha feltételezem, hogy ő tőletelik valami, akkor a lelkét kiteszi. Ha feltételezem, hogy úgysem megy neki, akkor legyint, hogy úgyse tudom. Nagyon sokáig dolgozott itt. 50 évig, ez rengeteg idő. Az alatt nagyon sok tanítvány megfordult a keze alatt. Tartja a kapcsolatot? Hát nem is mindegyiket, persze nem mindegyikkel nem lehet, de Vannak, például van egy olyan csoport, amelyik még most is rendez találkozókat, mégpedig ez volt az a csoport, az első, Magyarországon az első olyan osztály, amik a gyengelátók iskolát első osztálytól kezdte, mert általában így csak úgy magasabb osztálytól kezdték. És azok még most is tartják egymással is tartják a kapcsolatot, meg találkozókat is rendeznek. Hát persze nagyon sok, így megkeresnek, az interneten erre van alkalom, lehetőség, megkeresnek. Meg pedagógusokkal is, mert hát több évtizeden át gyakorló iskolai tanár voltam, és módszertan tanítottam a hallgatóknak, és nagyon sok olyan tanítványom van, aki még most is tartja a kapcsolatot, és hát gyakorlatilag, akik ott vannak az iskolában, hát most már nem, de egy ideig majdnem mind olyan volt, hogy az én gyakorló pedagógusomként került oda. Ez egyértelmű volt, hogy amellett, hogy gyerekeket tanít, majd pedagógusokat képezni fog? Ez úgy adódott, ugye, hogy a képzés, a főiskolán a képzés úgy bővült ki, hogy ugye hozzávették a szakok közül a gyengellátók pedagógiáit is, miután volt intézmény, és később lett Debrecenben is egy, és akkor ezeknek a képzését oda jártak gyakorlatra. Tehát eleve gyakorló iskolának kellett lennünk, és ugye hát a leggyakorlottabb embereket választották, és miután hát én módszertani dolgokkal hát már azért kellett, hogy foglalkozzam, és hát ilyen irodalmat produkálni, meg kézikönyvet. Hát természetes, hogy én tanítottam ezeket, tehát a módszertani képzést én csináltam egy jó darabig. Aztán számos publikáció, könyv fűződik a nevéhez, hát ami... rengeteg, nem is tudom mennyi, mikor... Én ezt már összes tudtam írni, tudom egyszer, össze kellett írni, mondtam, én nem tudom, és akkor az igazgatóm összeírta, még most is el van téve, hogy mi, de azóta már sokkal több van, tehát én nem tartottam ezeket számon. De inkább az volt az érdekes ebben, hogy akkor, mikor kezdődött ez a tár, nem voltak szemléltető eszközök, azt mi magunk csináltuk. Tehát ezt egyszerűen... Itt tudom én, hát jó, nálunk nem a nagy létszámú a gyerekcsoport, hát nekem volt olyan 20-21 is, most már még kevesebb van egy csoportban, de mit tudom én egyéni, hát sok egyéni szemléltető eszköz a gyengelátónak, mert azt jobban látják. Órákat, napok, fél napokat töltöttem, hogy gyártottam ezeket. Mint például volt? Miket? Hát mit tudom én, kis betűkártyákat nem lehetett akkor még kapni, bemegyek az írószerboltba és megveszem az ABC betűkártyát. Ugye meg nekik az a füzet nem volt jó, amit az is a jól látó gyerekek használnak, akkor még nem nyomtattak nekik. És akkor a betűtanításhoz én kitaláltam, én elég találékony vagyok ilyen technikai dolgokban, és elmentem egy szobafestő mázolóhoz, azt mondtam, hogy a falhengerbe csinálj nekem olyat, megmutattam, hogy milyen sorközű vonalakat nyomjon, és akkor fölszeleltem, vagy rajzlapra, vagy olyan papírra, hengerbe mártottam, és akkor azt úgy végighengereltem, és lett belőle vonalas lap. Keresztbe hengereltem, lett belőle négyzethálós lap. És akkor ezen tanultunk írni és olvasni.
meg hát olyan rossz minőségű másolási lehetősége voltak akkor, hogy nagyon gyakorlatilag minden gyereknek külön kézzel leírtam nagybetűvel azt a feladatlapot, amit éppen akartam velük csinálni, és akkor otthon éjfélig ezeket gyártottam és rajzoltam. De hát most már minden készen kapható. Most már ez sokkal kényelmesebb dolga van egy pedagógusnak. Igen, ez akkor rengeteg időt és energiát. Rengeteg. Meg hát ugye még az anyagot se fizették ki hozzá. Tehát ez, ha nem akartam, nem csináltam, nem csak tudom, beszéltem. De hát ugye a beszéd az kevés, a gyereknek tevékenységre van szüksége. És akkor erre költöttem a pénzemet. Abban van különbség, hát biztos, hogy van, mert ugye gondolom nem mindegyik gyerek egyforma a látása, nem mindegyik gyereknek. Persze, van, aki gyengébben lát, van, aki jobban. Az a pedagógiát mennyire nehezítette meg a tanítást? Hát ez tulajdonképpen minden gyerek egyénileg, mert a gyenge látás olyan, hogy nem csak mennyiségi különbség van, hanem a szembetegség típusától függően maga a látásérülés formája is más. Van, aki a színeket nem látja, van, akit a fény zavarja, van, aki nagyon erős fény kell neki, van, amelyik, mit tudom én, csak egy kis területen lát, és akkor messziről kell nézni, hogy nagy terület férjen, tehát minél nagyobb rész férjen bele, a másik az orrával néz. Hát például maguk a munkaasztaluk is olyan speciális, hogy egyénileg kell nekik beállítani. Hát egy olyat is terveztem, mint kaptam is rá valami újítási díjat, de valami nevetséges összeget, és emlékszem, hogy azt a padtípusot 14 évig használtuk, mire tönkrement, akkor aztán jöttek ugye iparművészek, terveztek sokkal szebbet, de olyan gyengét, hogy két évenként ki kellett cserélni. De szóval a gyenge látók azért, tehát azért is nem olyan nagy osztályétszámmal dolgozunk, mert nagyon különbözők. Sok időt és energiát igényel velük a foglalkozás. Igen, de hát ez. 50 évig tulajdonképpen második otthona volt a gyengéllátók iskolája. Hogy tudta ezt így letenni, lezárni, azt hát mondani, hogy akkor én most nyugdíjas leszek, és csak magamra. Szóval tulajdonképpen sokszor tapasztaltam ismerőségnél, amikor nyugdíjazzák, akkor letörik, nincs rám szükség. Nekem ilyen érzésem sosem volt, egyrészt, mert ugye mindig más is volt, ami foglalkoztatott, de másik az, hogy én úgy érzem, tehát tényleg, szóval ez olyan simán és egyszerűen tettem le, ennek két okát látom. Egyik az, hogy azt hiszem, hogy mindent kiadtam magamból, amit erre, ez bennem született ebben az emberben, tehát nem voltam akadályozva, hogy valami belém szorult. A másik meg az, hogy most nem szeretnék már pedagógus lenni. Most már, ami most megy, az nekem már nem tetszik. Az miért? Túlságosan programozott, túlságosan mindent a kezébe adnak a pedagógusnak, de úgy meg is követelik, hogy mit, hogy, és ellenőrzik, és én értem, hogy ebből a biztosra akarnak menni, de az én szememben ez nem szempont, mert hogyha valaki szívvel lélekkel csinálja, akkor nem kell ellenőrizni. Nem az ellenőrzés a probléma számomra, az, hogy mindenhez munkafüzet van, mindenhoz feladatlapsorozat van, készen kapják a szemléltet közt. Én nem úgy szeretném szemléltetni, én nem azt szeretném szemléltetni benne, vagy nem olyan feladatot szeretnék, mert az én tanítványaim már más problémát látok. Tehát egy sokkal kreatívabb megközelítésbe szerettem volna, és dolgoztam is, és a mostani pedagógusoknál úgy érzem, hogy egy kicsit olyan gépemberek. Belejük táplálják, hogy mit kell közvetíteni a gyereknek. Tehát olyan gyakorlatilag sokszor azt csinálják, amit egy számítógép is megcsinálna. Én így nem szeretnék dolgozni. Hát így érthető. Ez nekem már nem szerint. Úgyhogy nem is ragaszkodtam hozzá, hogy én tovább legyek pedagógus. Az utóbbi években már nem tanítottam, hanem mondjuk még ez a része ez még ment. Most ugye a gyengéllátó gyerekek, mert ezeknek a gyerekeknek a száma nem csökken. A vakoké csökken, mert az orvostudomány meg tud bizonyos dolgokat gyógyítani, meg ugye háború is itt régen volt, ami kirobbantja a szemüket, és viszont a gyengéllátók száma nem csökken, hanem növekszik,
mert nagyon sok a koraszülött, és a koraszülöttséggel nagyon sok gyengénlátási probléma adódik. Na most ez jelenti, hogy mindig is sokkal több gyengénlátó volt, mint akik a speciális iskolába bekerülhettek, de ezek nem voltak számon tartva. És most az ország különböző területein, hát már az utóbbi évtizedekben én ebben foglalkoztam az iskolában, a gyógypedagógus, tehát gyógypedagógusok segítségével tanítják ezeket a gyerekeket a normál osztályokba, és ezek a pedagógusok, akik ilyen gyereket vállalnak, ezek szakmai segítséget kapnak az úgynevezett utazó tanároktól. Tehát ilyen munkakörben dolgoztam az utóbbi időben. Nagy ambícióval csináltam ezt is, és nagyon sok mindent tudtam itt is újat adni, de aztán az például eléggé elkeserített, hogy itt is azt láttam, hogy sokszor csak formális ez az egész dolog. Hiszen vidéki iskolák azért, hogy ne zárják be őket, örömmel fölvettek egy-egy ilyen sérül, gyengelátó gyereket, mert az háromnak számított. Uh-huh. Viszont mikor én avval az igénye léptem föl, hogy gyereket ne azért tartsák ott, mert sajnálják, és hát ő úgyis átmegy a szegény gyengelátó, hanem követeljenek tőle. Hát ő akkor érzi magát embernek, hogyha ha nem várnak tőle semmit, hanem teljesítményt várnak tőle, és azt erőfeszítéssel, de teljesíti, akkor lesz egy olyan én tudata, ami őt fölemeli a többiekkel egyenlőségre. Nem attól, hogy tőled nem várunk semmit, te gyenge, hát nem baj, nem tudsz olvasni, nem baj, rondán érsz. És én mindig ezen vitatkoztam a pedagógusokkal, hogy nem ezért vannak ott a gyerekek. Azért vannak, hogy mindent kihozzanak belőle, amit lehetséges. És hát volt pedagógus, aki ezt megértette és megtette, de nagyon sokan. Aztán, ó, szegényke, hát elég, ha ő annyit csinál. És lehetett ezen enyhíteni egy kicsit? Ezen? Hát volt, mondom, volt, ahol el tudtam ezt érni, ahol meg tudtam győzni a pedagógus, de nem volt ez nagy siker. Úgy látom, hogy hát sokszor könnyebb megoldást vállalják. Tehát én nagyon, az én felfogásomban az egy nagyon bántó dolog, hogy valakit sajnálnak, és ezért nem várnak tőle teljesítményt. Nagyon helytelennek tartom azt is, hogy hát most nem tudom, hogy van, lehet, hogy már változott, hogy ezek a sérült fiatalok nagyon hamar kapnak tele rokkant leszázalókolják őket, és ilyen rokkant nyugdíjat kapnak fiatalon. Na most, ha a fiatalban nincs meg az az igény, hogy ő ugyanolyan értékes tagja legyen a társadalomnak, akkor bemegy, és ezt elkölti az aluljáróba, és elszórakozza ezt a nyugdíját, és az életét elpazarolja. Hát, és ezért nem is szimpatikus nekem, sok szempontból a külfölddel való olyan együttműködés, hogy utánozzuk. Na most ugye gazdag országokban olyan nagy segélyt adnak az sérülteknek, hogy hát abból nagyon jó megél, meg a hobbiát teljesíti. Az itteni segély arra jó, hogy hát semmi se legyen belőle, éppen hogy túlélje. Nem tartom ezt jónak, nem segély kell, hanem munka lehetőség. Ösztönözni őket arra, hogy... Igen, hogy emberi életet éljenek, egy részvételt élvezzenek. Igen. Na és akkor, amikor végleg nyugdíjba ment, akkor mivel kezdett el foglalkozni? Hát, de tulajdonképpen folytattam azt, sokkal több időm jutott rá, amit addig is csináltam, amit kertészkedtem. Nagyon hamar igyekeztem eljönni a budapesti lakótelepről, nem szerettem ott élni. Én nagyon szerettem a természetet, de hát a munkám az odaszólított, és hát tulajdonképpen alvó helynek, jó, alvó város volt ez a lakótelep, ugye este hazament, reggel már megintem az iskolába, de amint lehetett, eljöttem, és 60-ba vettem egy kertes házat, és hát ott engem nagyon érdekelt mindig a biokertészet, a természet szeretete, nagyon az családi vonás volt nálunk, mert az én unokatestvérem az egy ökológus professzor volt, ez a Balogh János, akivel én nagyon sok időt töltöttem gyerekkoromban, és hát úgy belém szívódott a természet szeretete.
És akkor ebben kezdtem többet foglalkozni, és hát kapcsolatba léptem egy olyan társasággal, akkor még Budapesten, akik egy ilyen természetszerető, természetvédő, környezetvédő, és a fenntartható fejlődésnek a hívei voltak, és hát ezen tervezgettek, beszélgettek, hogy egy ökofalut építenek, és hát én nekem ez nagyon tetszett, ebbe a társaságba belekerültem, mert több mint 20 éve mostantól visszaszámítom, és akkor direkt úgy vettem már a 60-i házat is, hogy Galgahivisz eszközzel legyen, mert Galgahivisz eszközzel nem tudtam venni, mert drágább volt, mint 60-ba. De én nekem akkor még azt kellett, hogy jó közlekedés is legyen, akkor még én nyugdíjasan is dolgoztam sokáig az iskolámban, és hogy közel legyek ide Galgahivishez, és akkor aztán egyre több időt tudtam ebben tölteni, nem csak otthon kertészkedtem, itt is a biokertészetben kertészkedtem, meg mindenféle ilyen, megvettem mindenféle ilyen szakkönyvet, dombágyást építettem, meg kertet építettem, tavat építettem, sziklakertet, mindenféle ilyen praktikákról könyveket szereztem be. És egyéb más hobbija is van, meg egész életében volt végig, ugye? Hát persze, azt gondolom, hogy mindenkinek van. Ugye a kézügyességem elég jó volt, és akkor hát ez valahogy jó, hát azon kívül, hogy szemétett eszközöket rajzoltam meg, nagyon sok ilyen rajzos feladatlapot, feladatlapot csináltam az iskoláját, most is használják legtöbbet. Azon kívül ugye magamnak is szerettem ilyeneket csinálni, tehát sok ilyen kézműves barkácsoló dolgot, agyagoztam sok mindent, ezeket én nagyon szerettem csinálni, vartam, hímeztem, kötöttem, horgoltam, de barkácson is nagyon szeretnék, szeretném lenni egy műhelyem, de nem a nagy dolgokat, egy madáretetőt, vagy mit, ilyeneket csináltam is egy párat. Tehát én ilyen lelkem, én kézműves ember is vagyok. A kézművesség mellett pedig fotózás. Ja, hát igen, a fotózás az már nagyon régen, a hobbi fotósként még a főiskolás korom végén, meg tanári pályam elején, meg is van még minden felszerelésem, sötét kamrába, filmelőhívás, nagyítógép, nagyítás, hát papír, ilyen szárító, villanyszárító, mindenem megvan hozzá, nem is tudom, hogy mit kéne vele csinálni, hogy kell ez még valakinek. Hát aztán a szakmában jó volt, mert ezekben a szakmai kiadványokban, ezekben hát én csináltam az illusztrációkat. Most meg az az érdekes, hogy még ez a szakmán kívülre is ment, éppen most küldte hozzám egy építészmérnöki ilyen szakdolgozatát egy kislány, ami arról szól, hogy olyan, tehát az építkezésben, a fogyatékosokhoz alkalmazkodásban, a látássérültekhez való alkalmazkodás, most ez egész úgy jött, hogy a továbbképzésekhez, főleg a pedagógus képzésekhez összeállított anyagba én csináltam olyan fotoszimulációkat, ugye tehát a Photoshop-pal trükköket, hogy lát egy gyengén látom, mondjuk ebbe a korkép, ilyen korképbe, olyankor. Mit jelent az, hogyha valakinek azt mondom, hogy a látás teljesítménye 0,1, ugye ezt így mondja az ember, nem tudják, hogy mi az. És akkor hát miután nekem ez bőven volt alkalmam a gyerekekkel megfigyelni, megismerni, akkor ezt realizáltam úgy, hogy fotókat átformáltam, úgyhogy ezt egy gyengén látó így látja. És akkor ez valahogy eljutott a műegyetemre, és ott volt egy ilyen külön speciál képzés a látássérültekhez való alkalmazkodás az épületben, és ott lecsaptak rá, és akkor készítettek is egy kiadványt, ahhoz minden ilyen fototrükköt én csináltam, és hát úgy leszik, ezt még most is használják. Mert ez nagyon érdekes, hogy az nagyon nehéz elképzelni, hogy egyes kórkép, ez mit jelent a gyakorlatban. Igen. Na, szóval így a fotózást is használtam, na most aztán most már, ja, és az is nagyon érdekes volt, hogy hát ugye minden, abban az iskolában minden fotó feladat akkor az enyém volt, például a tablókat, a gyerekek tablóját csináltam, és ugye, hát ezek a gyengélátó gyerekeknél, ugye a tekintetük, az arcuk néha sérült, mit tudom én, kisebb az egyik szemem, mint a másik,
kancsal, akkor az a mínusz 20 dioptriás szemüveg mögötte olyan, hogy olyan picinek látszik a szeme. Na és akkor, mikor megcsináltam a tablójukat, akkor mikor már tudtam Photoshop-ba bánni, akkor kijavítottam ezeket a hibákat, és olyan boldogok voltak a gyerekek, ami tulajdonképpen mondták egyesek, hogy ez megtévesztés, nem megtévesztés neki. Boldogság volt az, hogy ilyen lennék, ha nem lenne volna semmi baj a szememmel. És mit tudom, én a két eltérő állású szemet összehoztam, akkor azt a kicsinyített területet, ami a szemüveg mögött volt, azt úgy fölnagyítottam, hogy olyan volt a szemüvege rajta volt, de olyan, mintha mondjuk ablaküveg szemüveg lett volna. Nagyon sokat elvacakoltam ilyennel, és a gyerekek nagyon boldogok voltak tőle, de nekem meg szórakozás volt. Na, aztán a természetfotózás az máig is megmaradt, főleg a makrofotókat szeretem, és van direkt egy gyűjteményem, nem is tudom, többféle címet adtam neki, árok, parti szépségek. Tehát az olyan kis gyomnövények, aki milliméter nagyságú virágai vannak, például a tyúkhúr, az közelről olyan gyönyörű, mint egy margaretta. És van olyan, amelyik olyan, mint egy liliom. De ezek olyan milliméteres kicsi növények, ezeket én nagyon szeretem. Lehet valahol látni a képeit? Hát nekem otthon a számítógépen meg, hát mondjuk költöttem is arról egy-két ilyen mappát is megtöltöttem vele, megcsináltattam, sok ilyen képen van, ezeket nagyon szeretem. Mindig ezeket lesem, hogy nagyon szép kis, például a Veronika nevű kis gyomnövény, olyan picibe, olyan 2 milliméteres virág, olyan, mint a legszebb árvácska. Meg nagyon szépek például a fűféléknek a termése, tehát az is nagyon szép tud lenni a különböző kalász, fűkalász. Ez, én érdekes, hogy ezeket az apróságokat én nagyon tudom értékelni. Az apróságról jut eszembe, a mandala készítés is elég aprólékos munka, igen, ezzel is foglalkozik, ugye? Igen, hát az a mandala készítés az egy későbbi dolog volt számomra. Ez úgy volt, hogy ugye én pszichológiát is végeztem, de a 60-as években, és ez még olyan nagyon materialista pszichológia volt. Én nem hiszem, hogy a személyiség lélektan az egy fél évi tananyag volt, és csak nagy vonalba vettük át, és inkább ilyen pavlovi reflextan, meg ezen behaviorista irányzatra tértünk ki. És mikor ugye mondjuk megnyílt nyugat felől az áramlat, a különböző könyvek megjelentek magyar nyelven is, akkor nagyon érdekelt a személyiséglélektan, meg hát a spiritualitás, a transpersonális pszichológia, és rengeteg ilyet olvastam. És akkor hát ismertem meg Jungnak ezt az elméletét, hogy a mandala az tulajdonképpen, hát most ez nem az a mandala, amiről nevét kaptam, ez a keleti vallásoknak ilyen hagyományos szertartásokhoz fűződő hagyományos ábrája, amit évszázadokon, ezreken keresztül ugyanúgy csináltak. Ez a mandala, ez a Jungféle mandala, ez olyan, amikor valaki nekel, és ő rajzol egyet. Tehát ez az ő, Jung szerint az a személyiségének a fényképe, mégpedig a személyiség azon részének, amiről ő sem tudta, hát a mélyen lévő tudattalan részének a kivetülése. És akkor hallottam, hogy ez egy pszichiáter használja gyógyításra. Olyan formán, hogy a kezeltjeivel, nem érzem betegeknek, mert inkább csak ilyen neurotikus legyenekkel, ilyeneket színeztet. Tehát ilyen rajzokat körül választ egyet, és kiszínez, és nagyon gyógyító hatású. És akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát ez azért, ebben az a hiba, hogy olyan Jung szerint magának kéne rajzolni. Igen, nem tudom, hogy akkor el tudom képzelni, hogy ez is hat, hogyha nagyon-nagyon sokféle rajzból választhatja ki azt, amit ő rajzolna, ha lenne bátorsága, vagy tudna rajzolni. Igen. És ezért én magam akkor föltettem azt a kérdés, hogy vajon hányféle mandalát tudnék rajzolni. És akkor csak úgy magamnak elkezdtem, mikor már 100 volt, akkor gondolkoztam, hogy még miben különbözhet, hogy hány szimmetria tengelye van, mit tudom, mert nagyon sok mindenben szülődik. És akkor újabb könyveket olvastam, és akkor rájöttem,
hogy egyetlen olyan mandalát sem rajzoltam, ami csupa egyenes vonalakból áll. Mert ugye annak is van jelentőség, akkor törtem fejem, olyat is rajzoltam. És mikor nagyon sok volt, csak akkor gondoltam arra, hogy hát, hogy színezzem is. És akkor ezeket a rajzokat ma is sokszor használom, tehát sok ilyen csoportot gyerekeknek, fiataloknak, gyógyult betegeknek csináltunk ilyen foglalkozást, mert az érzelmeid beleszínezi a mandalába, akkor felszabadulnak olyan dolgok, amiket tudatosan elnyom. És most idén másodszor adtunk ki, most a népfőiskola adtak ilyen mandala színező naptárt. Nagyon szép, én láttam. Igen, és hát most ennek az árából rendbe hozzuk a népfőiskolának a termét. Szóval ilyen közösségi munkám rengeteg adódott azóta, úgyhogy csak kapkodom a fejem, hogy... Akkor nem unatkozik nyugdíjas éveiben sem. Dehogy unatkozom, egy csomó minden, hogy mikor érek rá. Nagyon örülök, hogy megismertem Sára, és ugyanennyi energiát kívánok még az elkövetkezendő évekre is, és jó egészséget. Hát köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. És köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet. Viszontlátásra!